Elfogadta a Nyíri út folytatásának felújításáról és szélesítéséről szóló kérelem benyújtását a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság. A széles köz és a 445-ös főút között közel 1600 méteren újíthatják fel és szélesíthetik a burkolatot, ha a közgyűlés is jóvá hagyja az előterjesztést. Falu György alpolgármester az ülésen elmondta, ez a műszaki tartalom jelentősen javít a jelenlegi helyzeten, ugyan nem lesz annyira vonzó, mint egy négysávos főút, de az ott lakóknak óriás segítséget jelent majd. Az út jelenleg 4 méter széles burkolattal rendelkezik, két oldalt egy méteres nemesített patkával. Az útszakaszt folyamatosan jelentős forgalom terheli, ugyanis a mezőgazdasági gépeken kívül a külterületi lakosság is sokat használja. Ráadásul ez az út szolgálja ki a Mária hegyben kialakult, rohamosan fejlődő lakókörnyezetet, és részben az M5-ös autópálya felhordó útjaként is működik. A szélesebb út hozzájárulhat a kényelmesebb, gyorsabb közlekedéshez, mivel az út új burkolaton a szemből érkező autóknak nem kell lehúzódniuk az útpatkára. A felújítás után az autópálya is sokkal elérhetőbbé válik. A közlekedés biztonság miatt a 40 km/órás korlátozó táblát a felújítás után is meghagynák. A több mint 258 milliós projekt támogatása esetén 244 millió forintot kaphat a város a megvalósításra.